következő nyerességekben pedig 9-től lett van. Ezért vettem ki szabadságot. Hívja fel őket! Kérjem a új időpontot! Jaj, még ki sem fizettem! Jaj, ugyan már, hagyja csak! De nem, tudom, hogy a mobilnál. Há? Fizeti a cég. Akkor a cégnek ára. Há, jó, meg vannak azok helyek. Miért mondom, micsoda vezér? Menedzser, unálkodik. Ja, hát, ha megfizetnek. Megfizetnek a kurva édesanyjukat. Tényleg, próbáljam a kujjásra. Ne haragudjam, hogy lejön ezt. Á, igen, úgyis. Mindig, amióta egyedül élek a lányommal folyton. Kiáll, meglátszik ezt. Dehogy látszik, ugyan, sőt. Mert na, kicsinktem magam. Megyek egy interjúből. Illetve ne megyek, mert... Induljon el, hát oda jöjjön. Próbálja meg. Felesleg és úgyse vettek volna. Ja, ugyan már, miből gondolja? Fiatalok jelenek azok. Ne. Nem így kell ezt hozzáállni. Van diplomája? Kettős. Két egyetem? Aha. Probléma. Magának sokat kéne fizetni, és ezt nem szereti. Tagadja le! Nyelvet tud? Három felsőfokú. Három? Vajon már csak egyet? Egy középfokú? Minden tagadjak meg. Olyat keresnek, akinek nem kell sokat fizetni. Túlképzetteknek sajnos semmi is. Ez így megy. Hát, hogy nem. Vigyázz a padra, amíg visszajövök. Igen. Mondom, vigyázz a padra, amíg visszajövök. Ez egy kurva jó fa. Láttam én el Budánics. Félkész házakban, garalókban. De onnan mindig elzavartak. Ez annyira szal, hogy az már jó. Úgyhogy vigyázz le, jó? 3 éve itt élek. Nagy. Vigyázz, ne engedj oda senki. Mit csinálj? Ne engedj oda, ne senkit leül. Ja, jó. Majd vigyázz. Azért. Hát ez itt rá fog tartani egy darabig. Belém jött jobbról! Nem volt tábla? Na kérem, mi mikor? Hány méter? És ilyen tábla? Háromszög? Stop tábla! Semmilyen tábla! Hol van? Hol van? Mutassa meg! Jöjjenek! Megmutatom! Jegyzőkönyvet felvenni! Tisztátok a helyzet! Hölgyeim! Folytomással beszél, köszönöm, de ezt nem tudom. Sajnálom. Van gyerek? Nincs. Miért? Hát nem úgy alakul. Akkor maga nem tud semmit. Hát én nem állítottam, hogy tudok bármit. És nős? Elváltam. Kétszer. De mi az a két egyetem? Nyelvtanári megközgáz. Az már a gyerek mellett. Igen, tényleg szígyenem, hogy miket ordibáltam mielőtt. Én nem vagyok kutyáltalán. Engem leszoktak kurvázni kapásból. Ilyen ő. Nem tudja mobilt? Hát most nem. Jó reggelt kívánok! Elnézést a zavarásért! 9-re voltam előjegyezve egy interjúra, de késni fogok. Mondom a nevemet. Kérem? Igen, ő volt le. Nem vettem. Hogyhogy nem vettem? Meg volt beszélve. De hát, mikor a gép után? Köszönöm. Vessen meg! Lehet, hogy egész napán vettek. Nincs itt valahol egy volt? Szomja fogunk halni. Meleg hozatal, mit kér? Dupla viszkit, jéger és szóvel. Úgy gondolja, hogy itt is fogunk készletelni? Nem kérek semmit, csak vicceltem. De köszönöm. Bocsánat. És akkor utána a Tóni azt mondta az Albertának, hogy de hogy, és aztán baromira összebarhézta. Milyen a hozni? Melyik? Szövegi bennek, ahogy én nézve. De csak a Jessica Kumancs nem passzol hozzá. Én kírom a Jessica Kumancsot, ekkora bazi nagy műbörmény vannak. Na és akkor az Alberta azt mondta, hogy soha, mire a Tónió bevágta az ajtót, mire az Alberta azt mondta, hogy soha, és bőgött. És aztán meg a Tónió rávágta az ajtót a Jessica Kumancsot, képzelte, és aztán a Jessica Kumancsot meg, úgy legyen már! És aztán meg a Jessica Kumancsot lehetett látni, hogy tudom vele szarja. De jó bejön Jessica, csak nem passzol egy hozzá Cucinárókhoz. Helyet! Mi? Helyet, kivelődtem magamat már. Jaj, mi felszünk, tessék. Van szakmán? Homlesz vagyok, tisztelettel. És te mi a lófasz csinálsz itt? SMS-ezzel? Vagy mi ez? Tőzsdés. Igen, bírom a forró Feri veszkét. Jó csaj, csak sose bírom nézni, mert akarnak fürdetés. Nálunk a Feri fürdet, de az egy idióta. Jobban bírja a három székit. A három székit nem ad. Most mondd meg!
életem apja. És utána meg jön nekem itt a Feri a háromszékivel. Pont az én gyerekemnek legyen apja, pont az én kölkömnek legyen ilyen apja. Több szar! Ott nézzem. Oké. Óra 600. Vite 600. Vizsli 400, 10 dekája. Mustár 60, ketchup 60, lenyér, szeretje 30. Poár egy 20-as, tányér egy 20-as, ilyen műanyag kés, meg villa az van? Van, igen. Jó, kés 10, villa 10, és 2 deci kóla, meg a spita az 80. Az ásványvíz, az a szénsavas, az 2 deci 70. Zsarú! Van magunknak engedély? Felfogás! Van maguknak? Közfelfogás! Van maguknak? Ne figyeljen, apsikám! Személye most egy forgalmi! Apukám, ne csináld már! Megfújassa! Kisfiú, mi az azonosítási szám? Itt meg kell mondanom, ha kérik, na gyorsan, gyerünk! Mit képzel ma? Megfújassa! Azonosítási szám? Azon a folyam, hogy a szondával! Nincs is nálad szonda, kisfiam! Gyalog kapukba, és nem is ebből a környezetben édesbogramnak! Ki itt a kerületi rendőrkapitán? Na gyorsan, mondjad! Mit lehet kapni? Minden, kívül alkoholt, azt nem árulunk. De sör az van. Igen, nem volt alkoholmentes sör a fel. Egy kóvát kérdező. Töltsél neki a vendégem. Ah, kurva meleg van, minden szívénk. Ja, de forróban is így? Hát fél órája még az volt. Kéne még valami pult. Itt jó is lesz, nem? Igen. Az egyéb. Adja a helyzet foglalásra. Jó, nyugodjon le, kivélve, nyitve itt egy érdekes. Fogja összekapcsolni? Mi lesz fizetve aranyoskám, de ki van zárva? Na, még víz is kéne mosogatni. Hát, sok kérhetnék. Tessék parancsolni. Kérem szépen, kérem szépen, rendőr úr, kérem szépen, kérem szépen, kérem szépen, parancsoljon rájuk, hogy menjenek már odébb. Menjenek odébb? Igen, menjenek odébb, én időre megyek, én nem kérhetek el pszichedelikus hastánt. Igen? Igen, én nem késhetek el, parancsoljon már egy hat, direkt úgy fékezek, hogy belemenjen. Hát jó, és mit csinált vele? Tessék azt, hogy megbilincsen egy gonosz tevő! Na nagyon tetszik, akkor nekem egy keresztül sülhetem. Ugye ez a mobilom mit csinál? Tőzsdézi? Hát igen, nem? Hát azt még ki se nyitottál. Na most megfogtalak kis haver. Tőzünk persze, hogy nem. Na nem is játszanak. És kicsit. Hát haver, hát a londoni meg a New York-i tőz, de még annyira sem nyitott ki. Ott még alukálnak az ötületes bógárok, meg kerek álma föl. Gömbölyű. Én ugye meddig a hongkongi tőzre nyitottam. Mindjárt zárnak és elmennek ebédelni. Télfűr megnézem Bécset, aztán London, aztán meg jöhet a Wall. A föld lapos egy tányér, nem mondta a lelkészúr, hogy Amerikában bebizonyították, nincs még képében, hogy bebizonyították, hogy a föld lapos, és aztán majd a lelkészúr úgy szemmel veri magukat, hogy attól fordulnak. Ez egy nő. Nagyságban. Az a szegény. Ja, az szegény, hát a szegény. Na, folyóvíz, bosogató szereg, gyere már, mit tartszol? Mi van itt, kulcsom? Hoztam magára chipset, meg ugyítőket. 20-as a pohár. Ne kapatja. Ha nagyon nem szolgálna fel egy kicsit. Az a barom nem tudom, mit tetvészkedik. Nekem meg muszáj folyóvizet szereznem. Dehogy nem, kap egy órára egy ezres töltés, szeretel a bevételt egy gyűjti, na sem. Meg van örülve, azt sem tudom, mi mennyi. Meg tetsz idegedni. Két deszi szóda 70, az üdítő 80, 10 a vizsli 60, a kenyér az 30, tovább tenni 20, kés és villa 10. A sör az meg. Legyen 300. Ilyen hőségben. Legyen 400. Hát maga meg mi látunk rá? Semmi, csak úgy vagyok. Figyeljétel azt, amiért mondom. Személyi jogosítvány. Forgalmi! Ez egy gyűlöltes elnézés. Anya neves címmel. Hotel szem, olvássám címmel. Ez nincsenek átütve. Honnan lehet meg ennyi pénz egy ilyen kocsira? De gyanú.
Nos, nem magad csináltatok ezt az egészet? Én? A sor közöttén? Persze. Megdobta az előtte állót. Az meg tovább. Zárd a lukvercbe. Megdobta a mögötte állót. Az meg tovább. Jegyzőkönyvbe veszem, és már az lesz. Nem írom alá. Nem úgy van az, ki fogják értesülni, hogy mennyit kell leperkálnia. Jó. Azt írok bele, amit akarok. Hé, azokat is most el! Igen? Úgy lehet adni. Megmondta a gazda. Nem kér valamit? Sört vagy bort? Meghívom. Hát tetszik tudni nálunk az anyám az igaz, úgyhogy én nem. De az üvegek, nincsenek üvegek. Üvegeket, hogy az elvégek szívesen. Ezek itt vannak. Üveget kell venni. Bemondott minket a rádió. 4 kilométeres sorunk. És még rakkal is bedudunk. Isten érzés, hogy nem mondjuk. Hol van az emberek? Eljárt akkor. Azt szerettem, hogy használtam a csintasítőt, nem is volt drága. Na, hát megy ez. Víz már van. Ez mi ez? Ja, jó van, van volt. Megy ez. Milyen a forgalom? 5000 10 perc alatt az nem valami fasza. Na, arra vagyok, hogy csinálnám a riát. Na, elfizessen. Köszönöm. Tessék! Jó napot kívánok, elnézést a zavarásért. 9-re voltam előgyegyezve interjúra, de belekerültem egy dugóba, nem tudok oda érni. Kezdj csokkolom, én is egy dugóban vagyok, úgyhogy ma nem hiszem, hogy ma már semmiképpen sem lehet. Nem hiszem, nem tőlem függ. Figyeljen, talán holnap vagy holnap után, legközelebb nem kocsival. Jó, hát, köszönöm. Várjon, ne tegye le! Nem ismerem én magát valahonnan? Maga? Engem? Nem. Viszont hallásra! A viszont hallásra. Na, mindenki a helyére, indul az üzlet! Nem működik a mobil! Ez soha, ez örök mobil, annyiba is kerül! Na tessék, talán az enyém, mert melyiket tetszik parancsolni? De nem működik, nem látja! Akkor esetleg a másikat, talán a kéket? Á, az ronda! De ez sem működik, hát nem látja, nem működik! Várj és beszak! Te! Mi az Isten? Az se! Kurva élet, hát mi ez? Hihetetlen! Mit nyomogatja, nem bírja ki nélküle? Nem az, csak nem értem! Beszaladtak az antennek, hogy mi az Isten? Ez hívják függőségnek! Jó kis eszköz ez, ha működik! Á, az enyém! Csókolom, igen, ez mindig itt! Nem. Majd jó rendben, szólt amikor. Szia! Hát csak én. Semmi. Még ugyanott. Valóban, szia! Hájás. Valami felületett elé a legfanulsággal. Nincs még itt a világ vége, csókolom. De azért a mobilomat azt visszatestene? Persze, itt van. Hát világ vége. Hát dehogy, de itt van a világ vége. Na, kikapcsoltunk. Boldog? Az én boldogságom az már csak én is. És aztán meg a hozék a kucsináról azt mondta, ez itt meg mi a franc, nem lehet átmenni. Én nem lehet átmenni. Hogy érzel, igaz, mi ez? Hogy kus legyen már! Nem lehet, hogy szomjasabb? Legyen neki kólát, vagy mi az? Nézd már, van neki. Két kóla hidegen. Igen, és 160. Ez nagyon hideg. Ez egyáltalán nem elég hideg. Pedig fél óra elküldte volt. Melegben a húcsaim hideget. De jövett, hogy senki sem kérdezett anyanya. Jaj, drága hölgyem, jaj, Eljött az idő! Szökj! Földet!
nem látva, mi lesz. Oda haza, alsó Sziciliában mi van? Mi az a pincé? Gyerünk, Mello! Köszönöm magával, hogy fel van véve. Meg se jelentem az interjú. Nem, meg volt az interjú. A helyszín nem számít. Alaposabb kikerdezett is alá, mint általában megalapozott döntés hoztam. Fel van véve? Nem. Tessék majd kérdezgetni, és én totál hülyeségeket fogok választani. Nem fog maga fölvenni. Hát miért? Tehát 100 ember között választ. Nem fogok maga alatt dolgozni. Mi az, hogy alattam? Még vagy alattam? Tudja, mennyit fizetnek? Vigyázzon, hát oda a jég! Kérhetek ezt a parancsot? Hogyne? Na, ha megfizeti. Adja már neki, ő is dolgozott, nem látja? És ő szerezte a bizonyt. Ja, nem szerződtem vele, mondjuk maguk kaphatnak 30% engedménnyel. És neki is adjunk. De ő nem dolgozik. Akkor én fizetem neki. De azt már teljes áron. Szadem. Az vagyok csókolom, ettől élek. Na, kuráját én adom. Itt a palacsony, de mit kérdez? Most békezd, ne rontani! Olyan jó kis
pihenős nap lett volna, itt elbasszák az embereket. Lehet menni, lehet menni, Isten kegyelme, Isten kegyelme! Baszta kúrja. Na végre. Figyelj, majd valamikor elintézzük a papírokat, de előtte hogy hívjam meg vacsorájuk? Én a lányommal szoktam. Aj, már rég megvacsorázott magarélkod. Remélem is, már rég aludnak. Üljenek már be, hát itt szalakodnak! Megjegyeztem a rendszámát! Kell magának a nyakába. Üljenek már be! Kussoljon már be! Kell magának a nyakába egyébként. Nem lesz magának a nyakába. Dehogy nem lesz, biztos vagyok benne. Na, arra kíváncsi vagyok. Engedje már ki a kéziféket, idióta kurva! Ugyan nyomgász üljek, mint a fény nélkül! Fény nélkül! Merém nem erészelje még egyszer jönni maga, maga jelő! Huszáj!